Teltházzal várták a megyeházán a helyettes államtitkárság munkatársait, akik a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei civil szervezetek számára tartottak szakmai előadásokat. Október 3-án írják ki a Nemzeti Együttműködési Alap pályázatait, amelyen keresztül idén több mint 11 milliárd forintra pályázhatnak a civil szervezetek. Ez azt jelenti, hogy sikeres elbírálás esetén várhatóan a következő év márciusáig kaphatják meg az összeget a civilek. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye minden évben az ország élvonalához tartozik a civil szervezetek aktivitásának tekintetében. Ebben a megyében az aktivitás általában az első háromba szokott lenni, nagyon elő szokott lenni még Békés megye, Hajdú-Bihar is, Borsod-Abaúj-Zemplén, Jászlajkun-Szolnok és Bács-Kiskun. Tehát őket tudnám, ezeket a megyeket tudnám kiemelni, amelyek kifejezetten erősen teljesítenek. Itt is egyébként, de ki kell emeljem az itteni civil irodánkat, a Hieroteoszt, amely iszonyatosan hatékonyan összefogja a civileket, ráadásul ugye a Hieroteosznak van határon túli feladata is, mert mint talán kedves nézők is tudják, több irodát működtetünk Erdélyben, Kárpátalján és Felvidéken is, és ezt is a Hieroteosz kvázi bekapcsolásával végezzük. Úgyhogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének eltekintetben is nagyon komoly feladatai és jelentősége is van a civil pályázatok terén. A helyettes államtitkár azt mondta, maximum 4 millió forint körüli összegekre pályázhatnak a szervezetek. Szeszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés elnöke úgy véli, a civil szervezetek segítsége megkerülhetetlen a közfeladatok ellátásában. Mindig el szoktam mondani, és így igaz, hogy sokkal olcsóbban, hatékonyabban, illetve a emberekhez közelebb állóan látnak el olyan feladatokat, amelyeket az önkormányzatok, illetve állami szereplők nehezebben, bürokratikusabban, vagy egyáltalán nem látnak el, hiszen vannak olyan társadalmilag fontos szerepek, feladatok, amiket a önkormányzat és állami ellátó rendszerek természetszerűleg még nem, vagy akár soha sem fognak ellátni. Szeszták Oszkár hozzátette, a civil szervezetek egy önszerveződő világot alkotnak, amelyet az államnak kötelessége támogatni. A rendezvény megnyitóján Román István főispán emlékeztetett a civil szervezetek áldozatos munkájára, a menekültek segítségében is különösen fontos szerep hárult.